vége van az élő adásnak, az egész dalnak, egy kis kalandnak. Milyen érzés még így frissen melegében? Hát maga az, hogy vége van, az egy ilyen jó érzés abból a szempontból, hogy ez egy komoly műsorfolyam volt, csináltunk 6 adást, monstra élő adásokat, nagy stábbal, sok emberrel, azt gondolom, hogy ez sikeres volt. Az, hogy a végén több mint 244.000 szavazat érkezett, ez azt jelenti, hogy igenis az emberek mellé álltak, és igenis fontos volt, hogy részt vegyenek ebben a döntésben. Szóval nagyon-nagyon jó érzéseim vannak, mint televíziós produkciótól jó volt benne részt venni, ezeket mindig jó csinálni. És a dalok? Meg volt a legjobb 8, majd a 4, és végül Bája Alex lett a győztes. Nem tudom, te számítottál erre? Én azért nem számítottam rá, mert az Alex dala az olyan lassan indult. Amikor először mindenki meghallgatta, az első reakció mindenki az volt, hogy hát jó, egy kis helyes dal, de hát istenként majd udoljuk az autóba, de hát az nem létezik, hogy egy arénában, egy 25-30 ezeres arénában ez megálljon. És aztán minél többet hallgattuk a dalt, és minél jobban megismertük ezt a fiút, annál inkább a rabjává vált mindenki, nem tudom a pontos számokat, te is ezt mondtad, hogy nagy fölénnyel nyerte meg ezt a versenyt. Azt gondolom, hogy mindenképpen rá lehet elmondani azt, hogy talán a legerősebb, vagy a legkülönlegesebb egyéniség volt ebben a versenyben, inkább így mondom, a legkülönlegesebb egyéniség volt a versenyben. Ez egy nagyon helyes dal, hogy ez hogy fog megállni az Eurovíziós Dalfesztiválon, és most szerintem teljesen mindegy, hogy lefordítjuk angolra vagy nem, mert a hallgatók zöme angolul sem fogja érteni, és magyarul sem fogja érteni, hogy ez ott hogy fog megállni, nem tudom. Tehát ez vagy nagyon működni fog, vagy nagyon nem fog működni, de azt gondolom, hogy abból a szempontból meg mindegy, hogy itt végül is 4 dalból a közönség választott, és a túlnyomó többség ezt szerette volna, és ez így van jól. Van érzés, ez szerintem működik, vagy elmondtad, de szerinted neked mi a meglátásod? Nem tudom. Tehát nem tudom, hogy külföldiek számára mi fog lejönni, mert ennek nagyon erős része ennek a dalnak a szöveg. És fogalmam nincs, hogy mi fog lejönni belőle, ugyanakkor volt már olyan, hogy egy szerbül énekelt szerb dal nyert, mondjuk ez egy szerelmes dal volt, egy ilyen hagyományosabb szerelmes dal volt, de egy fiúnak öltözött csúnyácska szerb lány énekelte szerbül, és megnyerte a versenyt. Úgyhogy nem tudom, én azt gondolom, hogy számunkra ez a dal kedves, az emberek ezt a dalt küldték ki, hogy képviselje Magyarországot, és azt gondolom, hogy független attól, hogy hanyadik lesz ez a dal, ez számunkra ez akkor is vállalható, ez egy egyéniség, ez egy figura, szóval ez így jól van. Aztán, hogy milyen szám lesz mögötte, hogy hanyadik, az már megtanultuk, hogy egy kicsit másodlagos. Még az adásnak elmondhatod, hogy kik voltak a kedvencei, vagy kiket szerettél, mondjuk Alexen kívül? Hát én például nagyon szeretem a Mrs. Kalambót, akik nagyon hamar elvéreztek, mert én kedvelem ezt a műfajt. Én nagyon kedveltem Radics Gigit, mert azt gondolom, hogy fantasztikus tehetségű énekesnő, és itt nem csak az ének hangjáról beszélek, hanem arról, hogy ahogy kiáll a színpadra, és hogyha 16 évesen ilyen, akkor milyen lesz 26 évesen. Én nagyon szerettem a Pál Dénesség produkcióját is. Ők inkább áldozatául estek annak, hogy még rutintalanok, még izgulnak, még idegesek, de az egy nagyon jó jelenség volt ez egy dal, és nagyon szép volt, amiről szólt, ugye ismerjük a történetet és a körülményeket, és nyilván még sorolhatnék most a 30-ból, de nem akarok, mert részben igazságtalan lenne, részben még kavarok bennem az egész. És még kérdeztük az elején, hogy Évivel milyen dolgozni, akkor elmondtad most, hogy a végén milyen volt Évivel dolgozni. Mindenképpen jó volt az egésznek, azért volt egy ilyen fejlődés története, mi már azért dolgoztunk korábban együtt, csak mondjuk nem egy ekkora monstre dolgot. Itt miközben lazának, kötetlennek kellett lenni, miközben reagálni kellett, improvizálni kellett, közben azért nagyon fegyelmezetnek is kellett lenni, és nagyon fegyelmezetten együtt kellett dolgozni. És hát voltak olyan pontok, amikor kisegítettük egymást, mert egyikünk nem egészen azt csinálta, ami meg volt beszélve, mert elfelejtett ebben a nagy kavalkádban, vagy hát volt olyan, amikor voltak problémáink a színpadon, mert volt valami technikai nehézség, amit valamilyen módon meg kellett oldani, és ezek nagyon jól működtek, és remélem, hogy jövőre ugyaninnen folytatjuk. Gundel Takács Gábor, köszönjük szépen! Én is köszönöm!